Itt vagyunk a budakalászi hévállomáson. Nagy nap ez a mai, mert kiderült, hogy szeptember 1-től a H5-ös hévvonalat átkeresztelik M5-ös metróvonalra. Kíváncsiak voltunk, hogy mit szólnak az itteniek az első agglomerációs metrójárathoz. Szólt, hogy szeptember 1-től nem fog járni a hév. Nem. Nem. Mindent át kéne keresztelni és újra nevezni, ez benne van a Bibliában is. Íme, elmegyek. Önt hogy hívják? Az muszáj a nevemet mondani. Csak úgy gyorsan kereszteljük át önt, ja, is, hogy ennyire örül egy az átnevezéseknek. Persze, hát ha már metrót nem csinálnak, legalább nevet adjanak. Mennyire fogod mondjuk egy nagyon picit fővárosinak érezni magad? Szerintem nem fog sokat változtatni a hangulatomon ez, tehát hogy egy betű fog változni H-ból M, és ez azért annyira nem meghatározó dolog. De egyébként például a 6-os metrónak melyik járatot keresztelnél? 6-os metró. Hát ha először a híveket, akkor nyilván Gödöllői metrót, bár azt amúgy tervezték is valamikor. 4-es metróig mondjuk 10 éveket kellett várni, itt meg azért csak 5 év telt el, szóval azt jelenti, hogy ha ilyen tempóban haladunk, akkor lehet, hogy elérjük a párizsi metrójáratok számát is. De a 4-es metró azért királya volt. Nem tudom. Tetszik szólni, hogy lesz metrójárat Békásig? Hát az nagyon jó lenne. De hát én nem hiszek ebbe. Még nem hallottam erről, de most erre nem tudok mit mondani. Metró a hév, az nem lehet. Hév az hév, igaz? Ugye ez a átjáró, itt a hév átjáró. Itt reggelente és délután csúcsforgalomban jön, irdatlan mennyiségű forgalom. Ez megoldódna. Ez megoldódna, akkor ez tény. Ezt meg lehetne úgy is oldani, hogy vagy lesülyezteni, vagy fölemenni, és egy olyan felüljárót, mint a... De akkor azt mondja, hogy az autóutat kéne lesülyezteni, és nem a hévet? Azt is lehetne. Most 22 perc, amíg beér a Batthyányig. Mire számítasz, hogy mennyire lesz gyorsan? Hát nem egy 15 alá, az biztos, de szerintem nem lesz sokkal gyorsabb, tehát 20. Az a 2 perc, ez megéri? Ez a pár milliárd forint? Nem hiszem. Nem tudom tényleg. Az első ember, akit ennyire feldobott a hír, és örülünk, hogy végre találunk olyat, akit ez így ennyire megéri. Hát nagyon köszönöm. Én kezdettől fogva örültem ennek, mikor meghallottam. De más nem tudnak csinálni legalább ezt. Szokták így a szívet mutatni? Mutatsz egy embetűt? Kezeddel? Így? Hát de így, hogy a szívet. Nagyon. Tökre örülsz? Így. M. M. Imádom a 5-ös metrót.